Ebben az egyetlen utcában olvasható csak Székesfehérváron olyan név, amelynek már nem kellene szerepelnie. Egy ház falán még kint van Gorki neve, azonban ez az utca már Csóri Sándor nevét viseli. A Citizen Go még áprilisban állt egy kezdeményezés mellé, és indított petíciót, hogy kommunista utcanév egyetlen településen, városban sem legyen. A magyar patrióták közösségének a kezdeményezésére tudtunk építeni, akik már egy voltak éppen sikeres kampányt indítottak, ugyan más irányba. Az MTA-t eddig még egyetlen szervezet sem merte ezzel kihívni, és mi voltunk azok, akiknek ezt magára kellett vállalnunk. Egy új szint, egy új lendületet szerettünk volna adni ennek a kezdeményezésnek, amely ott van a tudatos állampolgárok szívében országszerte, tehát mi csak ennek platformot szolgáltottunk, hogy így mondjam, és eddig úgy tűnik, hogy sikeresen, reméljük, hogy ez a lendület folytatódik más szervezetek közreműködésével is. A Citizen Go több mint 12 ezer aláírás gyűjtött, amelyeket eljutatott a Magyar Tudományos Akadémiához. A kampány lezárult, de továbbra is nyitott a felület. Elég hosszú a lista, és ha abból indulunk ki, amely utcaneveket az MTA felmentett, úgymond, akkor egy 30 utcanévről beszélünk. Ezt a listát mi a Facebook oldalunkon közé tettük, illetve megküldtük az illetékesek részére, és kérjük, követeljük, hogy legalább ennek a 30 utcanévnek az elítélése megtörténjen a tudományos világ részéről, és megkezdődhessen az utcanevek lecserélése, illetve visszaállítása az eredetire. A kommunista utcanevek egy részét már lecserélték hivatalosan, bizonyos helyeken viszont az utcatáblák fent maradtak. A települések, városok listája, ahol még vannak ilyen utcák, megtalálható a Magyar Patrióták közösségének honlapján. A Citizen Go kéri a lakosság segítségét, ha valaki talál még fel nem sorolt kommunista utcatáblát, jelezze.